Az UTE olimpiai és világbajnok sportolói, valamint sokszoros magyar bajnok legendás labdarúgói után 2022-ben az önkormányzat képviselőtestülete kiváló úszónkat, Kapás Boglárkát is Újpest díszpolgára címmel tüntette ki. Augusztus utolsó hétvégén az idei elismeréseket az újpesti városnapok alkalmából ünnepélyes keretek között a Városháza dísztermében adták át. Őze István elnök úr hívott fel, és tájékoztatott arról, hogy akkor lenne egy ilyen díszpolgári cím, és igazából így csodálkoztam is, hogy hát úgy csak úgy megemlített, hogy egyébként lenne, én pedig így micsoda. Komolyan, tehát, hogy így utána így ezen gondolkoztam, emlékszem így hosszú percekig, hogy úristen, ezt most jól hallottam, meg jól értettem, hogy most így, hogy én díszpolgár leszek, ez fantasztikus, ez óriási dolog. A díjátadó ünnepségen az olimpiai bronzérmes, világ és Európa bajnok versenyzőnk személyesen nem tudott részt venni, mert éppen aznap tartotta esküvőjét. Az elismerést így Őze István, az újpesti tornaügylet klubigazgatója vette át. Mint Újpest legnagyobb civil szervezete, a különböző sportágakban elért eredményeinkkel úgy gondoljuk, hogy sok örömet szerzünk az újpesti lakosoknak és az újpesti szurkolóknak. Az Újpest önkormányzata részéről pedig megtisztelő, hogy ezt az eredményességet ezekkel a kitüntetésekkel díjazza. Tobogő meglepődött rajta, mert ő azt gondolta, hogy ez olimpiai bajnoknak kell lenni, vagy pedig többszörös magyar labdarúgó bajnoknak kell lenni, mint ahogy az előző sportolóknál fent állt. Én azt gondolom, hogy nagyon örült ennek a díjnak. Ő mint világbajnok és olimpiai bronzérmes érdemelte ki ezt a kitüntető címet. Kapás Boglárka mellett szintén rangos elismerésben részesült az újpesti Dózsa és az UTE korábbi labdarúgója, az Újpest FC U19-es csapatának jelenlegi edzője Szlezák Zoltán is. A kétszeres magyar bajnok és kupagyőztes válogatott hátvéd Újpestért díjat vehetett át. Egy 80 éve kerültem ez a klubhoz, azóta itt lakok a kerületbe, nem is nagyon tervezem, hogy én ennyit elköltözzem. Itt élek a családommal, tehát minden ideköt most már engem. Jól itt élni, és nagyon jól érzem magam. Azért nekünk még voltak szurkolóink, ami nekünk akkora plusz energiát adott, és így volt valahogy úgy közös meg kerek az egész, hogy úgy lettünk eredményesek, hogy jó csapat volt a hátterünkben a szurkolóink, és hát ennek egyik tagja voltam, tehát nagyon büszke vagyok az egész múltra, amit én itt most itt eltöltöttem Újpesten. Kerek az élet így. Újpest polgármestere Déri Tibor szerint nem véletlen, hogy a Lilafehér Klub munkáját, legkiválóbb egykori és jelenlegi sportolóit, valamint sportvezetőit az önkormányzat szinte minden évben díjakkal ismeri el. Ha visszaemlékszünk, két héttel ezelőtt ugye úszó Európa bajnokság, valamint ott voltak a kajakosok is, illetve a kenusok is, és nagyon-nagyon szép eredményeket írtak el az UTE sportolói, akik én úgy gondolom, hogy példaképek a jövő generációja számára, hogy igen, el lehet érni ezeket az eredményeket nagyon kemény és nagyon kemény munkával és óriási szorgalommal. Újpest díszpolgáraként Kapás Boglárka olyan illusztris társaságba került be, amelynek tagja például az olimpiai bajnok Tótka Sándor, Berki Krisztián, Dombi Rudolf, vagy éppen Szusza Ferenc, Göröcsi János és Várhidi Pál is.